Milyen a kapcsolata a vízzel? Hát kiskoromban jó volt, de az úszást azt annyira nem szeretem, és ami ott egy nagyon-nagyon-nagyon nagy példaképem, Darnyi Tamás elmondta, hogy ha nem jó technikám és úgy úszom, akkor többet át, mint használ, és ezt én megfogadtam. Tehát azóta nem úszom, mert észrevettem, hogy ha azt mondták az edzőm, hogy lazításként ússzak, másnapra olyan izomlázam volt, hogy majdnem meghaltam, úgyhogy de aztán tudományosan ezt megfogalmazták nekem, és ezt azóta betartom. Van esetleg olyan sportoló a magyar csapatban, a vízes sportágak esetében, akinek szurkol személyesen, vagy jó barát? Hát nagyon jó barát Csalaci, és hát nagyon-nagyon szerettem volna, ha aranyérmes lesz Rióban. Hát nem tudom, hogy benne van-e még Tokió, de nagyon megérdemelne egy aranyérmet, és hát hosszú Katinka teljesítménye előtt pedig hát nem is találok rá szavakat. Mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem ilyen ember, mint ő, talán 100 millióból egy van, aki ezt a munkát meg tudja csinálni, és el tudja végezni, és hát egy tehetség is párosul hozzá, hogy ezt megmutassa, de hál' Istennek, tehát én nagyon szeretem a sportot, és nagyon fogok szurkolni, és nem csak az úszóknak, hanem a vízilabdásoknak is. A lányoknál nagyon szeretném, ha Takács Csorsi csapatban lenne, és minél fényesebb érmet szereznének, és a fiúknál pedig Tóth Marci, mivel ő lemaradt most az olimpiáról, tehát nagyon örülnék, ha ő csapatban lenne. Várhatjuk a családot kint élőben is? Én biztos vagyok benne, mert én tényleg egy ilyen nagy rendezvényre nagyon szeretnék elmenni, akár vízilabdameccsre, akár úszásra. Úszáson még élőben nem is nagyon voltam, tehát az olimpiákon, amikor kint voltam, akkor az úszás annyira frekventált sportág, hogy oda nagyon nehéz bejutni, tehát ezért ott nem voltam. És itthon hazai közönség előtt biztos, hogy fantasztikus lesz a hangulat, és biztos, hogy én is ott leszek. Mit jelentett a magyar csapat számára az, hogy itthon rendezik a világbajnokságot? Hát szerintem egy plusz erőt. Gondolom, ilyen szurkolással azért nem találkoztak, mint amivel fognak itthon találkozni. Tehát az úszóknak is és az összes sportágoknak még szerintem szinkronúszáson is olyan hangulat lesz, amit szerintem eddig nem nagyon tapasztaltak. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok sikert fog amiatt elérni a csapat, összességében mindenki, a közönség miatt, mert biztos, hogy olyan erőket fog megmozgatni, amit esetleg külföldön, hogy nem nagyon vannak az úszodában, vagy kevesebben, ott nem tudnák ezt elérni. És mit adhat ez a világbajnokság rövid és hosszú távon Magyarországnak? Én azt gondolom, egy jó világbajnokság az egy alapja lehet a Limában megrendezendő kongresszusnak, hogy nekünk ítéljék az olimpiát. Én szerintem Magyarország egyébként nagyon jó rendező tud lenni mindenféle sportágban, tehát amit én tapasztaltam és láttam, mi nagyon jó házigazdák tudunk lenni mindenhol, és ezt remélem, hogy külföldön is sokan így gondolják.